Isti! Eneba, több mint 10.000 digitális címmel és folyamatosan bővülő palettával szolgáló digitális áruház. Hihetetlenül jó árak, általam és sokak mások által megbízhatóra tesztelve. Leírásban a link, menj rá, nézd szét! Isti kóddal 3% leesik. Menjünk el a lakásomhoz, így van, a lakásomhoz menjünk el, ja? Jelent már ki, please, mert okay. Szembe sávba megyek. Tudod, mire gondoltam, hogy nem nézzük meg esetleg ezt a fegyver a nyersanyag szedést? Vagy valamit? Megnézhetjük, ahogy én még soha nem csináltam. Én sem, és akkor nem is tudod, hogy hol van amúgy? Fogalmam nincs. Na várjál, mert húha. Nekem az egyik csávó mondta már a városban, hogy valami műanyag kell, meg fém kell, meg ilyenek. De hogy... ezeket hol lehet szedni? Vagy? Azt hiszem, hogy úgy van, hogy a fémet azt... mindegy, elmegyünk egy helyre, megnézzük, jó? Itt a balos, igen. Jó. Aztán majd megnézzük. Vagy van egy másik ötletem amúgy. Mert neked is kéne egy izé pityóka, megvárlak. Ja, de azt meg a izébe kell majd a házunknál. Feel fresh set amúgy. Yeah! Na akkor ház. Eszőr. Na. Akkor most megyünk az HQ-ra. Azt hiszem jót jelöltem, ha minden igaz. Jó, hát tudja fejből a fiú. Tudom, fejből. Jaj. Az egy mentős volt, de az a BMW ugyanilyen színű volt, mint a miénk amúgy. Ez rendőr? Igen. És mi történik, tesó? Nem tudom, ide félreállok. Jó. Nem szállunk még ki, Gyuri. Szép jó napot az uraknak, kérem tisztelnának a gépjárművet. Jó estét, biztosan, természetesen. Persze, jó estét kívánok. Én akkor az utast igazoltatnám, kérem vegyél a maszkot és mutatjam. Rendben, persze egy pillanat. Azonnal, jövök is. Parancsoljon, Ellen Jackson vagyok, uram. Rendben, engem Kender Máté, most ellennék hozzá, sziasztok, állományokból jelent. Üdvözlöm Máté, még egyszer hagyass a száma, bocsánat. 71-es. Rendben, jó, köszönöm szépen. Egy nevetési születési dátumot szeretnék tönkötni. Ellen Jackson, és hát ha minden igaz, akkor 91. május 3, remélem, hogy pontosan. Jól csinálták az adatokat, jó, tökéletes. Még a kollán ellenőrzöm a számlait, és én oldalamról végeztünk is. Rendben. Abból lesz egy pár, srácok, abból van egy pár. A kurva életbe. Nagyon sok van, srácok, nagyon sok számlám van. Nem is tudom, azt hol kell megnézni. Geci sok számlám van. Na, nem olyan sok. 7500, aha. Köszönöm szépen, ez nagyon szép számla. Igen. Sajnos mostanában elkerült a jövedelem engem, nem igazán volt pénzem befizetni. Ez még nem olyan sok, uram, 50 000, így nincs semmi van még. Ja, hogy ez nem olyan sok, azt hittem, hogy akkor szarkasztikusan mondta, jó, elnézést kérek, tényleg igyekszem befizetni mindenféleképpen a számláimat. Nagyon kellemetlen nekem is a dolog, de kicsit most elcsúsztam vele. Szerintem oda a kollégákhoz. Nézzük meg, hogy hol tettem. Én is menjek? Vagy én maradjak itt? Jaj, nyugodtan. Jaj, jó, rendben. Na, most soha nem sok. Megnézem az úrnak a kifizetetlen csekkjeit. Az rengeteg van, azt ne is nézze. 27 000, az még jó. Oké. De minél előbb be kéne fizetni, gondolom, nyilván. Hát igen, de 50 000-ig nem baszhatjuk meg. Na, jó, akkor mi van 23 000? Ezen én is meglepődtem, táj. Igen, amúgy. Igen, engem meg már felírt egy kolléga. Gondolják el. Ajjajjajjajjajj. Úgyhogy le kell vinnem. Meg nyakon kéne rúgja fel. Ja nem, mégsem. Nem, szabad ilyeneket. Már csak vicceltem. Na jó van. Hát akkor köszönjük szépen, uraim. Mi köszönjük, uraim. További szép napot. Önöknek is viszlát. De várjál, most levetették velem a maszkot, akkor most már tudják, hogy én vagyok a maszk mögött, nem? Ezt hogy megkérdezem a tájtól, nyilván. Na, te somsz. Hopp, azt a kurva.
Gec. Áú. Ott is van. Így is van. Tesó. Úr, nagyon beszartam, hallott. Annyira beszartam. Miért? Hát nem tudom, hogy mit tudom én, hogy... Én nem szartam be, csak hogy így tudod, hogy így kiszállít, és akkor maszkot le. Szóval most nagyon gondolkoztam, hogyha... Igen. Hogyha gyakorlatilag minket elkapnak a rendőrök, akkor ők már tudják a személyazonosságunkat, nem? Tehát tudják kötni ez a színhez, nem? Alapvetően igen. Na hát ez klassz, igen, ezért mondom, jó van, nem baj. Nem baj, de amúgy mindegy, én azt hittem, én azon paráztam egyébként, hogy... Igen. Hogy ilyen vörös módban vagy mi a bánatos fontos, és akkor át fog kutatni. De miért nálad van valami okosság? Igen, én már kivettem egyet. Ja jó, nálam nincs, hogy sem, mindjárt jövök akkor. Ja, és ezen szartam be először, hogy bazd meg, most itt átkutat, akkor az gyönyörű lesz. Cső! Na mondjad, mondjad! A tessi, figyelj már, egy olyan dolog jutott eszembe, szerinted az fasság kiírni Dark Chatre, hogy izé? Információt vennénk? Ilyen fegyverlelőhely, meg ilyen fasságokat? Biztos, nem fasság, csak most kifizetünk valamennyit, és akkor utána lehet, hogy kamut mond, és oda megyünk, akkor mi van? Érted? Mert mi ugye nem tudjuk, hogy mi merre hány méter. Tehát, hogy... Ja, meg aztán izé, meg oda megyünk, aztán ott várnak már minket, meg a faszot tudja. Így. Jaj. Most egy pisztolyt fogok kivenni? Hova lett a izém? Amúgy hova lett a... lakásomban lesz? Ez látszik rajtam? Látszik hát, bazd meg. Én egy desert. Kész. Most nyilván MG-zek, srácok, mert hogy ugye Ellen nem tudja, hol vannak a fegyverlelőhelyek, de ugye Samu tudta, mert ugye egyszer el lettünk víve, és akkor beszélt Samuval ez a sztori, úgyhogy na, ne legyen már ebből probléma. Na bocs, te soját letettem, de mindegy is. Mert maszkodat vissza előtte. Igenis visszaveszem. Meg a izét vedd le amúgy szerintem a rendszámot. Na, mert leveszem én, várjál. Mert csinálod? Na persze. Jó napot, uraim! Jó napot kívánok! Kívánok! Jó napot! Ezt kb. Egy 3 perc állítottak meg a kollégái, most igazoltattak. Igen. Hát mondjuk, ha őszinte akarok lenni, nem csodálom. Miért? Hát mert ilyen... kis érdekes szetjük van. Én úgy nézek ki, mint aki... Hagyjuk, jó? Úgy na jó, nem... van akkor! Nem részlet az emi dolgokat. További szép napot! Szép napot, uraim! Viszontlátásra! Viszontlátásra! Megőrülök. Minket megállítani bazdmeg azért. Tesó. Egyébként az előző rendőrös nekem azt mondta, hogy kurva jó a szettünk, és ezért elengednek most. Amúgy igen. Amúgy tudom, hogy akartam, hogy tesó, amúgy bent csak egy pisztoly volt amúgy. Az nem lehet. De lehet, vagy szerintem leraktam a lakásomba, lehet amúgy a tekket, nem tudom. Ja, ugye a tek nem volt itt. A tek nem volt, AK az ott volt, tehát AK-val nem fogok menni. AK volt, meg most még meg két pisztoly volt. Igen, hozza ki egy AK-t? Most túl sok, nem? Nem kell, sok. Jaj, na várjál. De nem is csak pisztoly van amúgy, bőven elég. Még jó, hogy ezt nem kezdtem meg korábban, bazd meg, hogy jöttek volna. Azaz. Na jó. Na figyelj! Szóval én beszéltem egy csávóval. Oké. Okay. És... nézzük meg ezt a helyet. Azt hiszem itt van valami. De azért csak óvatosan, tesó. Mert... nem tudom, hogy mennyire járkálnak oda. Tényleg tesó, hogy csak ésszel. Itt tényleg óvatosan. Amint látunk egy másik autót, egyből zsatar innen el. Mert egy zsatar el, vagy rá? Igen, el. Na most figyelj! Úgy tudom, hogy itt van valami, amit itt lehet szerezni. Nem tudom, hogy... hogyha... Ezt tudom is, hol van. Minél, igen, valami hordók, vagy mit mondott. De minél közelebb kerülünk, szerintem ez itt vegyszer lesz amúgy. Az lesz. Én ezt tudom, hol van pontosan amúgy. Ja jó, akkor viszont nekünk nem ez kéne, nem? Vagy próbáljuk meg a drogot amúgy? Drogot mi tudunk csinálni? Mindenki tud, de ahhoz, hogy kell egy lakókocsi elvileg, nem? Én ott van, tudom. Azok a hordók ott szemben. Igen. Na jó, tesó, akkor ezt a kocsit azt valahogy... Ne, fordulj meg. Fordulj meg, hogyha be tudjuk futni és egyből menni. Ja. Adom, hogy így is úgy is szar a pozíció egyébként, hogy meglátod. És akkor szedjünk egy keveset, aztán nem tudom. Lakókocsit kéne venni egyébként, az nem egy drága történet.
Most ezt mi tudjuk szedni akkor? Persze. Állj oda hozzá, aha, így, és így, akkor ennyi. Ja. De most nem tudom, hogy nekünk ez kell, de a fegyver ez ugye ez nem kell. Nem, ez, nem a, ez a droghoz kell elvileg. Ez a droghoz kell, igen, mert vegyszert ad. De, ja. Na most a na, világ, millió forintos kérdés, amit jelöltem, az a mi anyaga. Nézzük meg! Na, szerintem itt nem lesz amúgy valamire az az érzésem, de nézz körbe azért. Már felismerem így környékről, hogy hol volt. De... van egy olyan tippem, hogy nem itt. Nem tudok többet, tudsz még valamit? Nem igazán. De abban biztos vagyok, hogy valahol itt jobb oldalt van, az fix. Tehát a keleti parton van mondasz, valami, igen. Az fix, de hogy... Várjál csak! Valami eszembe jutott, várjál! Oda kéne menni, ahol az a gát van, vágod? Van valahol egy ilyen gát, tudod? Sőt, a faszom! Azt hiszem... Várjál, ez itt a... Nem, na. Az nem itt van. Aha, valahol, van egy gát, fixen mondom, tehát így bejössz a városba, és akkor valahol el lehet menni jobbra, de lehet, hogy valahol ott lesz, valahol, és ott tuti van valami a gáton, úgy emlékszem, ott valamit lehet. A kivégzések szoktak lenni ezen a gáton. Igen. Nekem ez új dolog. Már végeztél hát, ki embert? Hát már igen, egy párat. Kemény csávó vagy, bazd meg? Hogyne. Jó. Hát van egy olyan érzés, amit semmit nem lehet megszedni. Megállhatunk itt. Na várjál. A kannát elővette a fiú. Ja, véletlenül. Akkor fél vagyok informálva, na mindegy. Az a baj, hogy itt nincs semmi. Raboljunk ki embereket, vagy mi? Hát próbáljuk meg, ja. Ha már itt vagy. Várjál, lerakom a izét, a vegyszert azért lerakom a HQ-hoz. Ja, én is. Jó, ne legyen nálunk, hogyha nem muszáj. Ja, azon gondolkodok, hogy most a pisztolyt lerakjam, szerinted is hozom el a Tech Nine-t, vagy mi legyen? Pisztolyt jobb bukni, mint egy Tech Nine, szóval ne. Az jogos, ja. Jó, csak a Tech Nine-nal meg izé, nagyobb az előny. Hát, ja, de ezzel is jó. Mindegy, jó ez, jaj, jó ez, jó ez, jaj, jaj. Én itt leugrálok, nyugodtan. Persze. Neked kell rakni ezt a kocsit amúgy, mert te ültél benne utoljára. Igen? Szerintem igen. És kajak, bazd meg. Vedd ki nyugodtan. Venom! Vezessek én! Aha. Figyeld meg, nem lesz benne benzin. S van! Jó. Kivételes alkalmak egyike. Így van. Na tesó, akkor készülj! Én készülök csak. Jó, én mindent tudom, kiket lehet lerabolni, vagy kiket nem. Az még most nem tudom, hogy melyik munkás autó, melyik nem. Szarom le! Hol megy ez a helyeket amúgy? Nagyon jót megy. Az a váltó hang, tesi. Ez még egyszer? Az a váltó hang, váltás hang. Azaz, én... Azaz! Izomból kell bebaszni. De soha azt olyan hülye, tiú. Azaz! Tik! Ez mi volt? Menjél csak vissza, tolassunk vissza. Azt a kurva, uram! Hol vannak? Aló? Aló, Jézusom! Jézusom, mi történt? Hát, azt nem tudom. Én nem láttam semmi problémát. Akkor nem történt semmi. Hát, akkor betétlap, Tessék, kiszállítassék. Mondjanak egy számot, utolok egy kis pénzt, ezt megjavítatják, az jó? Na mennyi pénzt akar utalni? Jó napot kívánok. Hát egy minimálisat. Szegény vagyok, látja a verdámból is. Ja, látom, mit jelent a minimális, uram?
Majd meglátom. Attól függ, ennyire jó a kedved. Az enyém vagy a tiéd? Az enyém. És ahhoz mit szólsz, ha kiszállsz a kocsiból? Szájki! Most! Szájki! Most! Azonnal oda a falhoz, most! Menj oda a falhoz, oda a lépcsőhöz! Bokrokhoz, kurva gyorsan! Menjél szépen! Oda be! Balra, balra! Kurva anyád! Menj be balra, vagy jobbra, most neked jobbra! Jobbra, menj! Oda, oda a lépcsőhöz, lépcsőhöz, persze, persze, persze! Szépen, szépen! Oda be egy-kettő. Menjünk befele. Oda befele, befele szépen. Oda be az automatákhoz. Szaladjon. Ne, ne szaladj, ne. Szépen lassan megfordulod. Ide be, oda le, oda, oda az automatákhoz. Úgy is van. Úgy is van. Gyere ide utána. Gyere. Végig fegyver van rád tartva. Na! Kisfiam, mennyi lett volna az a talányos összeg? Mit ajánlottál volna? Mint már mondtam, azt én megláttam volna. Jó, hát akkor most is lássuk meg, mennyi lett volna. Biztos elgondolták? Persze! Persze. Rendben. Telefont, rádiót, hogy dobjuk el. Az dobd el azonnal, kurva gyorsan! Kurva gyorsan dobjuk el ide a földre, jó? Még egyszer hozzányhoz. Most nem azt mondta, hogy utaljak? Nem azt mondtam, hogy utalja, hanem hogy mondja. Ki mondott ilyet? Mennyi az összeg? Azt mondjad. Senki nem mondta, hogy utalja. Mennyit utalja? Mennyit van? A pénz az nincs nálam. 890 dollárra nálam. Nem az azt akkor adhatod is. Az kell. Azt egész nyugodtan ide, igen. Hogyha már itt tartunk. Hogyha milyen becsületes vagy. És bevallod. Ne viccelj. Köszönöm szépen. Az kinek dolgozol? Vagy hol dolgozol? Dolgozol, amit ilyen autód van? Japán telepen, meg Japán Alexander McQueen, meg ilyenek? Hát... Japán telepen dolgozok, vendégére szekér. Japán telepen? Tehát akkor szerintem vagy? Így van. Pontosítanék, inkább tuningos. Tuningos vagy, aha. Jó van, és nem unalmas? Hát nem. Na jó van, tesó! Itt vagyunk békében, köszönjük szépen, legközelebb óvatosabban vezess. Igazi, maradjál itt, amíg elmegyünk, jó? Gyere, Big D, Big D. Ne, maradj itt, szépen. Ez az. Úristen, tesó, valami van, térképen van valami, az micsoda? Látod? Igen, de az nekünk az teljesen, de az csak rabolják az egyik bankot. És akkor azt én miért látom? Ne menjek oda, vagy mi? Azt a kurva! Igen. Ja, értem. Még tesó halad pont, amikor elraboltuk. Amikor ott álltunk, tesó, mögöttünk ment el a rendőr. Az a... Ne baszd meg, kajak! Istenem, baszd meg. Nem is mi lennénk. Jó, arra van a yard, arra nem megyünk. Arra nem megyünk, így van. Itt is van. Jesszusom. Jó, nem baj. Menjünk, keressünk még embert. A lóvének a felét majd azért kérem. Wow, bro. Micsodát kérsz, lóvének a felét? A lóvének a felét, aha. Persze. De az is pénz, bazzik, ne bohockodjál. Ne feledkezzünk meg róla. Köszönöm szépen. Mindent elfelezünk. Mindent elfelezünk. Hogyne. Kéne még egy ilyen. Milyen kis autója volt a fiúnak amúgy? Ja, volt neki. Összedolgozta. Hát nem annyira, de igen. Ja, amúgy a kajak. Mert az egy kriptovalutás volt, mi? Be, hogyne. Hát ilyen kocsia van a Bobinak is, bazdmeg. Ja, igen? Jó van. Aha, ez a... Itt tudom én, milyen Merci GT vagy mi. Ja. Így megyünk, és így mindenhol ilyen... Beképzelem a rendőrszirén a hangot, amúgy. Vágom.
Amúgy te is gondoltál, hogy ki kell rabolni a gyereket amúgy? Micsoda? Te is gondoltál, hogy ki kéne rabolni a gyereket? Hát amikor kiszálltam, hogy betétlapot írunk, azt hittem ő is kiszáll. Már akkor gondoltam rá, igen. Ja jó, mert én is kiszálltam, azt mondom, na jó, akkor most ez erre rámegyünk, leszállom. Jó, most akkor pattonják ki kis. Azaz! És mondom, azért szartam be, már majdnem izé. Kocsi felé már visszaindult, ott mentem mögöttük a rendőr, csak nem állt meg. Hála Isten! Pedig látottam úgy. Hát figyelj, kilőttem mindkét kerekét, most a szerelő akkor igazából meg tudja csinálni ott helyben. Így van! Nem olyan nagy az neki. Azt a kurva, azt nem fogjuk utolérni, Tocsi. Dehogy nem. Inkább a másikat. Verseny, BMW, mindegy. Haló! Fegyveren rád fog a kisfiam, meg kéne állni kisfiam. Ki kéne szállni az autóból, kurva gyorsan. Szállj ki szépen. Nagyon gyorsan szálljunk ki, rádió, telefon dobjuk el, kurva gyorsan. Az aksit, tudom, jó lesz. Nagyon helyes. Aksit, tudom, jó lesz. Igen, tökéletes. Jó, akkor eldobom. Rendben. Vagy gyorsan? Meg lejövök a frekvenciáról, nem gond, ne halljak semmit. Jó, helyes. Itt rádiót igazából át is hatottál, nem csak lejössz a frekvenciáról, nyugodtan adjuk át. Így van, az jöhet át. Aj, de jó, kinek adjam? Oda, aki vele szemben van, annak adjad. 89-es kedvenc. Meg az összes lóvédet, ami nálad van, faszikám. $15 Az nem kell. Azt nem hiszem el, több van annál nálad. Van annál nálad, gyere, kutassát, gyere, kutassát akkor. Kutassd át, haver. $15 meg 7 mint a telefon. Na, találok nálad $15, 5 alapanyag, 4 dupla piknek. Jó, nagy beled van, tesó. Nem, meg is eszek egyet. Micsoda? Meg is eszek egyet. Nem eszel? Maszkon keresztül, hogy eszel? Te bánad? Leúsztam. Mit húztál le? Kicsmádat? Nem baj. Más nem volt nála? Big, más nem volt nála? Nem volt nála más. Nem mozdulj, mit csinálsz? Eszedbe ne jusson, faszi! Nehogy eszedbe jusson még egyszer. Na, kisfiam, tudod mit fogsz csinálni? Gyere utána. Szállj vissza a kocsikádba. Nem, gyere utána. Nem, akkor menj utána, fogalmas is. Jaj, ne bántsanak, uraim. Ilyen kislányom, fogad magad, elkezdesz futni, átugrasz a kerítésen, amíg hármat számolok, jó? 1, 2, 3, futás! Megyünk, futi! A kerítésen! Menjünk, ez jó. Azt a kurva! Tényleg nem volt nála semmi más? Nálam. Mi volt nála amúgy? Mondom, 4 dollár. Meg $15, meg alapanyag, 5 alapanyag, ami gondolom a munkához kell amúgy. Valami, szerintem ez favágó volt, valami ilyesmi, nem tudom. Hát de nem volt melóban, nem? Ez biztos nem melós kocsi volt. De ez melós kocsi volt, valami melós kocsi volt. És nem adunk be közben amúgy. Micsodát? Gány az autó. Annyi szerelést? Be. Jó. Aha. Így kell vezetni, faszi. Szép jó estét. Szép kívánok. Estét! Szép jó napot. Jó estét. Uram, figyelj, megy bazd meg amúgy. Ja, de én nem is szerelő bazd meg. Nyugodtan vegy előre ezt a kettő urat. Én is szemét kérni. Mondom, vegy előre ezt a kettő urat. Hagyja csak, megcsinálja önnek, kivárjuk. Nyugodjon. Ha, mindegy, jó akkor. Vegye nyugodtan. Akkor mindegy, de... hagyjuk. Egy személy. Estét. Adok. Jó estéket! Jó estét! Milyen jó az segítetek a mondás gyakorlóan. Köszönöm szépen. Úristen, kajak az a kabát, szétadom. Keci jó. Mondját, keci. 317-es polcom van. Ó, köszi szépen az infot. Verifier. Meg az az Air Max is azért oda bazd meg, azt a kurva eget. Ja, nem is tudtam, hogy van ilyen, a múltkor találtam. Ja, nagyon állat. A csávó, a Palin meg Gucci sapka van, tesi, látod? Az mekkora? Uramisten! Jézusom.
Vagy óriás, óriás szettekbe. Egyébként nem tudom, hogy szerelők-e, de erre az autóra szerelték a szerelést. Már intézzük is. Dodge-ra köszönjük. Aha, ja. Az ecset frizuráról meg emlékszem az úrra. Ja, tényleg. Persze. Itt a fele a javításnak. Igen. Jöjtös, hogy hagyjál már. Felfüggesztés nem kell. Én nem vagyok egy szarágú, mint te, bazzik. Tesó, ez is pénz, hidd el nekem, ez is lóvé, ne csináld már. Kis pénz, kis foci van. Igen. Még egy embert jó lenne kirabolni, lekastázni. Aha. Mehetünk. Tesó, menj. Nem tudom, húz bele. Tesó, menj. Nem tetszenek. Nagyon nem tetszenek, tesóm. Jó, nem jönnek amúgy. Nem jönnek? Nem. Jönnek, faszom. Tesó, abban az autóban négy ilyen piros ruhás ember. Igen, azt láttam én, és nem tetszett a helyzet, úgyhogy valaki jön amúgy viszont most. Nem tudom, hogy nem távolodunk, nem is közeledik. Igen, tesó, az jön nyílen. Jaj! Balos, ne arra! Ne a rendőrt kövessük! De követjük a rendőrt, tesi. Oké, adja Isten, mi történt itt? Jézusom! Várj, megállunk, segíteni akarunk. Jó napot kívánok! Tudunk segíteni esetleg? Jó napot! Tessék? Mi? Tudunk esetleg segíteni valamiben? Ja, óriási baleset. Jaj. Akkor jó. Mehetünk. És azt a fehéret le kéne kastani. Várj, kicsit kövessük. Jó vagy. Kis Suzi? Ha menjen el. Amúgy szerintem az izé. Nem tudom mi az. Be fog menni a publikba, igaz? Be fog menni a... Jaj! Az meg... Kurva élet. De és az taktikus zombori voltam. Tesó, vigyázz! Nekem már nincs semmi, várja, félre kell álljak. Tesó, át kell mondod. Jó. Bocsánat. Nem látta a kacsámat. Néha egy cserés támadás, azt mehetünk ki. Persze. Szép napot. Jó napot. Akkor szarjál le minket is, fiam. Ahogy ez az a maffiatok, de soha akikkel már találkoztunk. De soha le kell kastázni. Igen? Persze. De soha jön vissz. Jó. Soha. Most te beszélsz majd? Jó, rendben, csak itt hova visszük, meg mit csinálsz? Hogy? Jaj, ne, inkább! De inkább ne, jó! Ez nagyon rossz hely, bazd, mindenki így járgál. Egyből kastázni! Te amit mondtad, hogy én beszélek, egyből beszartam. Hoppá, kis porsinyó. Mellé. Ebben nem ül senki, igaz? Haló, jó estét kívánok! Jó estét! Szép jó estét! Szép jó estét kívánok! Tessék kiszállni a gépjárműből! Közúti ellenőrzés! Szállj ki! Aha. Haladjál tovább, kisfiam, haladjál tovább! Hogy beszart a BFV-hez? Mi a faszom volt az előbb amúgy? Abban amúgy ül valaki? Ül valaki, igen. BMW-st el kéne kapni. Csak nem tudom merre ment. Be volt szarva teljesen. Itt tuti jobbra ment? Vagy nem? Lehet már a térkép másik felé jár. Így van! Jaj... Valószínűleg hát az ott ülott bent, az meg se szólal. Lehet, hogy már itt sem volt amúgy, csak én mi láttuk úgy. Már csak a szelleme volt. Szelleme volt, igen. Thank you.
Kurva jó az autóba az eg. Jó, ez jó nagyon amúgy. De nem tudom, hogy izé. Lesz-e még bárki, akit le tudunk állítani, az a baj. Ja, nem egyszerű, nem egyszerű. Hopp! Na, azok azért elmentek amúgy, felmentek jobbra. Én nem ott megy. Nem. Jó estét kívánok! Haló! Meg királni. Ah, oh, geci, ah! Oh. Kilőtte a kereket amúgy, vagy nem? Nem, de kilőtte? Várj csak! Nem, ne! Just állj vissza! Elment! Kilőtte amúgy? Kilőtte? Kilőtte a kereket? Nem lőtte ki. Azt hittem kilőtte, mert hallottam, hogy kurva anyját. Nem, de... Én sem vettem észre, hogy kilőtte volna. Igen, de hogyha fegyver órá tartva, akkor mi a fasz nem száll ki amúgy? Nem tudom, bazd meg. Lássuk, ketten vagyunk benne, kocsiban. De, ki van lőve? Ja. Ki van lőve, szóval szerintem itt a vége a sztorinak. De... Igen. Ezzel még el lehet karcolni, nem? Hát a HQ-ig elkarcolok vele, igen. Jó. Bazzik, de most kajak miért nem száll ki amúgy? Azért, ugye, mert egy izé... Ha én csinálnék ilyet fasz. Amúgy, ha én csinálnék ilyet, akkor meg bazd meg egyből már ott lenne a izé... Pontosan, de a faszom tudja mi. Hiszti. Igen, egyébként is szerintem látta, hogy kettőnk a kocsiba, és nem csak itt. Persze. Te vagy ott. Vagy, ne, az meg. Ja, nekem is pofáznom kéne ilyenkor. Nyomatékosítani. De ezt te rakod el, nem? Igen, de vágod, nem is az, hogy izé nem száll ki, hanem felgurul és utánunk lőgeci. Ja. Ezt megvárjuk? Nyilván, jó. Vagy azt? Azt a kurva, milyen hangja volt, bazd. Azt elkapjuk. Jó, hát kíváncsi leszek én arra, hogyha azt elkapjuk. Simán, nem volt gyors. De az volt. De az volt, mert én már nem is látom. Ó, ott van az. Egyszer most hol van? Fú, de utálom ezt. Hát sokkal na gyorsabb. De bazd, nem tűnt olyan gyorsnak amúgy. Na, az megszökik, megőrülök. Ez jó volt, az fog kijönni, így jön. Dodálj rá egy kicsit, majd a közelebb érünk. Jó. Értem. Oh! Hát ez rip így, nem tudom. Haló, meg ki... Aha! Ez teljesen jó. Haver! Állj meg! Kurva gyorsan állj meg! Ez itt a kerpés, nem? És jó, tartsd már a fegyvert, lőd már a faszomba, úgy. Vagyon lőttem, meg is halt. Helyes! Akkor most meg lehet nézni, mi volt nála? Persze, hogy meg lehet, geci. Na jó van. A kocsit, na mindegy. Geci, ilyen a világon. Jó, az úgy. Meg. Ebből olyan izé lesz, angyali ügy lesz, mint az állat. Megnézem. Jó. Meg kellett volna állni faszika. Meg kellett volna állni faszikán, nem a motorral felmenni a kibaszott lépcsőn, mert nem is lehet, ugye? Át fogom kutatni itt az urat. Találok nála, hát igazából semmit, az az egy telefont, azt így el is kobzom. Azt így elvettük, azt az egy telefont. Helyes. Semmi más nem volt nála. Faszikán meg kellett volna állni.
célzok amúgy? Mi de so hatalmasat néz, egy van shot. Egyébként igen, golyó csak el többet. Komoly voltál. Majd valahogy ne erre meneküljünk, hanem ott a part fele, mert itt nem látok semmit amúgy. Ja, városba szopó neked a hajó. Hát valamerre kifele kéne menekülni itt az autópályán amúgy, hogy jó. Ki tudod húzatni a faszomba az autót, legalább. Jó. Hát az a jó, hogy az autópályán tudod, lehet ilyenekkel szórakozni, de átmész a szembe, sávba visszajössz, nem mész vágom, át, vágom. Tudod. Majd az, arra figyelj, majd léci, hogy amikor elkezdünk menekülni, akkor egyből jelölj be valami autópályát a térképen, jó? Tehát azt mindenképpen te kezeld. Ja, hogy egyből automatikusan autópálya, meg hogyha valamit kitalálsz. Jó, igen? Jó, meg hogyha bármit kitalálsz fejben, akkor ne is mondd, hogy merre megyek, hanem egyből csak jelöld azt a helyet, és kész, jó? Okay. Mert az a legtisztebb. Te meg csak a térképet nézi. Így van, és akkor igen, egyből azt tudom. Akartam, hogy majd, hogyha kiválasztunk egy boltot, akkor majd úgyis ott majd megbeszéljük, hogy merre kérjük a szobalot, amerre az autópálya lesz, arra kérjük, aztán kész. Persze, gondolom valamelyik vidéki boltot kéne, nem? Hát én is ezen gondolkodtam amúgy. Vidéki boltot, és akkor... Guruljunk már el valami vidéki bolthoz most. Nézzük meg, hogy meg lehet-e azt csinálni. Aha. Nem tudom, hogy ezt lehet-e rabolni. Reméljük, hogy igen. Most kiderül. Nézd meg, please, mert nincs fegyver. Lehet. Lehet ezt is. Nice. Nem, megvan, szállj be a kocsiba, merre fogunk menni, mutatom, gyere. Na, arra. Aha. Hát akkor így ugye balra kérjük a szobadutat, és itt az a jó, hogy itt végig lehet csapatni. Igen, de nem tudom, hogy gyorsabbak vagyunk a rendőrautónál. Micsoda? Nem tudom, hogy gyorsabbak vagyunk-e, mint egy rendőrautó. Igazából nézd, itt, hogyha ide kiérünk, itt álljunk meg itt majd a végén. Ide kiérünk, akkor itt igazából csinálsz majd egy olyat, hogy mintha elmennél jobbra és átmegyünk balra. Ja, ilyen fake-et. Aha. Tök mindegy, hogy szembe sáve vagy nem. Ja, és az akkor... mindenképpen fake-et mindenképpen. Igen. Hát szerintem ezzel lehet mókolni, de egyébként mondom most, hogyha már itt vagyunk az autópályán, innentől kezdve már rád bízom. Innentől kezdve már lemehetünk ilyen mellékutakra amúgy. Csak ne legyen annyira terep ugye, mert ugye nem terepautóval vagyunk. Persze. Tehát, hogy mit tudom én, lehet azt csinálni, hogy itt elmész jobbra. Itt lehet például. Egy ilyet, itt elmegyek balra, hogy elmész itt átjövök ide. Persze, ilyeneket lehet csinálni. Átvariálom, aztán izé, mit tudom én, ja. És akkor így visszamegyünk a városba, az a terv? Hát így most vagy inkább valahol letérünk inkább az autópályáról. Az is, hogy valahol elbújunk utána, vagy valami ilyesmi. Ott balra be, nézd. Vissza, fordul vissza. Ja, látom, aha. És hogyha itt már lerázzuk őket, akkor esetleg ide becsapathatjuk jobbra. Ami majd ugye bal oldalt lesz. Igen. És akkor ide, ha bejövünk és elmész teljesen jobb hátra, akkor oda is tudunk bújni a fáz mögé. Jaha! És akkor, ide valahova? És akkor kocsit ide elrejted mondjuk a sátor mögé, balra tőlünk a fehér sátor mögé. Aha. Ide elrejted a kocsit, itt leállítjuk, akkor nincs finish, vagy a kocsi mögé elbújunk, vagy ide felfutunk ide a fák közé. Fullos, jó, ez tetszik ez a terv, legyen ez. Várj, nem, hogy most már... Jaj, bocs. Most már nézek valamit. Jó. Gárom, kocs! Itt kell csinálni a markolatot, meg a fegyvereket, geci. Nem mondod komolyan. De ez emlékeztem rá, hogy itt van ez a csávó. Most jól csinálom. Nincs elég fád, vagy műanyagot. Tehát fa kell és műanyag fa a markolathoz. Igen. Fa, a fa az a izé. Igen. Azt tudja, hogy a favágó melónál van, tudod? Hát mi azt egyébként vehetünk is a favágóktól, ha oda megyünk. Az jogos. Na cső! Csumi. Na figyelj, lassan lámpaoltás. Jaj, látom. Akciót szervezünk, elég durvát, úgyhogy most terepen vagyunk. Mindjárt megyünk vissza a HQ-hoz. És akkor találkozzunk ott, de és utána a lámpaoltás után akkor elmondjuk, hogy mi az elképzelés. Hárman leszünk összesen. Tehát mi hárman, jó. Így van. Jó, úgyhogy most innen megyünk is vissza lassan a HQ-hoz. Akkor HQ-t tala? Yes. Jó van, csöcső, ott Ali. Jó. Miért köszöntem el, ne kérdezz meg, ez nem telefon, de mindegy. Nem tudom, mindegy. Na ez fullos, tessé, ez tetszik, ez jó. Na cső. Annyi, hogy tudsz valamit arról, hogyha most rabolnak, akkor mennyi idő után lehet utána, vagy nem? Nem. Ajaj. Ez mit csinál itt? Nem tudom, publikútól követett. Csak lemaradt, de...
lett a fiú. Mi a fasz? Okay. Geci! Az rendőrautó az volt? Azt hiszem igen! Na jó! Menjünk be inkább! Pedig már lőni akartam. Igen, már én is ott voltam, igen. Na, most... mi a fasz legyen? Kérdezném. Hát jó kérdés, baszki. Mert hogy most akkor elkezdték ezt a államit. Ami még legalább egy fél óra, mire ugye befejeződik. Kicsenő. Ajaj. Ki a faszom van már itt? Rendőrök, rendőrök, rendőrök. Igen, igen, igen. Rendőr elmegy, rendőr elmegy. Elment, elment? Igen, de ez a zöld kocsi még mindig itt van. Kurva jó. A faszom van itt. Ez most mi a faszom itt? És Bobinak szóljál már, tartod, menjél már Bobby! Be egy. Jó, most elmegy magától. Hallom, hallom. Ja, oké, 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 menj, hozz fegyvert. Hát, hozzá a fegyvert, ja. Mi a fasz csinál ez itt alattam? Az egy zsaru? Biztos nem zöld autóval, esélytelen. Tesó, lőjük már agyon, egyedül ül a kocsiba, geci. Megnézem. Most megy el elment. Körbe. Körbe megy? Balra ment? Te elfordult balra, igen, ahol én vagyok, itt elfordult balra. De geci, egyedül a kocsiba, beállt az ajtóba, geci. Visszajön, akkor lőjük már meg. Jó, a gumit, gumit. Jó, itt elment előttünk egy mentős. Jaj, igen. Itt van megint jobbra a gyerek. Lőjek rá? Hol van? Jobbra, jobbra, jobbra. Betolhatott a jobboldali utcába. Aha. De várjál, akkor menj előjére egyedül, mert én most nem látlak, hogy hol vagy. Nézd, hogy lent a lépcsőnél jobbra. Megint jön. Most ott baszakszik. Kijön, meg visszamegy. Megint itt jön. Mi legyen? Hol vagy? Nem lehet... Megint elment balra, megint elment balra, ott ahol múlta. Aha, jó, oké. Jó, várja. Inkább feljövök innen, baszki. Ez ő? Aha, megint itt van, látom. Most mintha valaki üldözte volna. Aha, most elmentek, a kék autó is elment, mögötte egy fekete. Kezdem unni. Megint itt van. Most megint van itt valaki. Nem találtam el. Bújj el, megjön a rendőrautó közben, bújj el. Elbújtam. Bárki jön a izé kapu közelébe, az tűzparancs azonnal. Persze. Látsz, onnan valakit jön valami autó, vagy nem? Itt balra teljesen tiszta minden. Nem, itt van megint az a kocsi. Világon nincs ilyen. És porlok a lőszerre, mert... Baszd meg, helikopter! Ez kurva jó. Valahogy próbáljunk meg elbújni. Geci, nem rendőr? Fasz a persze. Hát ez szopás így, geci. Közül nincs ide. A rablás, az a kurva Isten faszát beleverem. De ez most mi? Most ide le akarsz szállni? Nem.
nem tudom, bejöttünk ide a Bobival ide hátra, próbálj meg te is bejönni hátra. Itt van fölöttünk. Baszik, de hova menjek be, geci? Jó, valami van. De láttak engem! Hát itt vagy te is! Itt vagyunk mi is, geci. Ez mi? Menjünk már be a házba gyorsan, fussunk már be. Menjünk be, menjünk be, menjünk be. Faszomat! Nem erre kell! Kurva eget. Mi a fasz? Ez mi a bánatos fasz? Mit tudom én, bazd meg? Amúgy lehet a izé köpött az a zöld autós, de miért bazd meg? Nem is csinálok semmit. Mit tudom én, most itt a helikopter? Bentről nem hallod. Elment? Ott van hát, geci! Itt van, látom. Ott van, bassz meg, faszom! Látom, gyere vissza, gyere vissza, gyere vissza. Na itt vagyok, nyugi. Nem, most lesz a szar minket amúgy, nézd meg. Én nem látom most. De látom, ha most elment. Most elment, de jönnek a rendőrök, nem? Jönnek a rendőrök, de nem tudom, hogy erre, e. Bobby, te, ja, ott a konyhába, jó? Jó, mindegy, bárki bejön ide, azt izé lőjük. Tök mindegy, mi van. Oké, okay, oké. Okay. Nem is értem, miért ezzel foglalkozom, mikor államit rabolnak, na mindegy. Jó kérdés, jó kérdés. Megnézem a lépcsőt megint. Jó, oké, okay, oké. Okay. Száll föl. És hallok valamit. Még mindig itt van a zöld autó egyébként. Bazd meg, jól vagy? Fejre estem a kurva istenit. Helikopter csökkent a magasságából, ott most leszállt ott tőlünk balra, de messzebb. Jó, akkor a helikopter az ne izé, hát de most ez... mellettünk az állami. Így van, igen, innen rátok az államira konkrétan, arról van szó. Lehet, hogy azért jött ide, mert benne vagyunk abban a körzetben, de ez biztos nincs, ez biztos messze van, mint 150 méter. Persze, ez messze van. De ja, innen látom a zsarukat. Aha, gördülölövés, meg ilyenek. Jó, hát minden esetre ezt megvárjuk, aztán akkor elindulunk izé. Sőt, lehet, hogy most kéne indulni, nem? Hát, te még nem foglalkozok velünkkel. Ja. Szerintem most induljunk meg, aztán majd lesz valami, max elengedjük őket, hogyha úgy van. Big, mit szólsz, Bigi? Nyomjuk. Alright. Most tök jó, hogy a rendőrök itt vannak balra tőlünk. Az epizód végéhez érkeztünk. Hamarosan folytatás következik. Jöhet az out? Ró! Szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á